Lenin arcképe magasodik a szekszárdi Garai téren. Ez a 6 méteres, információkkal teli oszlop a 30 éve történt rendszerváltás országos és szekszárdi eseményeire emlékezteti azokat, akik megélték, és tanítja azokat, akiknek ez már csak történelem. Olyan installációkat kéne elhelyezni, amelyek a fiatalok figyelmét is felhívják, akik akkor még nem éltek, hiszen ha csak egy politikus képét tesszük ki, nem valószínű, hogy megnézi egy fiatal középiskolás vagy egy fiatal felnőtt, de hogyha egy megkökkentő ötletet mutatunk be, hogy mi volt a akkori rendszer egyik jelképe, amely érdekes módon Magyarországon volt nagyon népszerű, a 60-as évek elején gombamot szaporodtak a Lenin szobrok, példaként tudom említeni, hogy Romániában egyetlen egy volt. És a lebontásuk időszaka az pedig 90-es évek eleje, 1990 májusa és júniusa hullottak, mint a falevele. Lestár Péter, az installáció kitalálója és megalkotója elmondta, hogyan jött az óriás hirdető oszlop ötlete. Hát az ötlet az úgy született, hogy az erdőbe sétáltam a 47 kilós kutyámmal, és akkor gondolkodtam, hogy mégis mivel pályázhatnék, mi lenne az, ami meghökkentené az embereket, ha utcán sétálgatnak. És ez a reklámeszköz, ami itt szerepel, ezt 12 évvel ezelőtt fejlesztettük ki, szabadalmaztattuk, levédtük, nagyon-nagyon-nagyon sok cég használta már, és gondoltuk, hogy ez meghökkentő lesz. Hát ez a négy oldal 60 négyzetméter, 6 méter magas, mindenki megnézi, ez így is van. És gondoltuk, hogy az információkat tudjuk közölni. A nehézség ott volt, hogy jött a Covid-válság, elcsúszott fél évvel az indítás. A másik nehézség az, hogy azért a helyi eseményeknek a felkutatása és kiválasztása azért nem olyan egyszerű, tehát hogy ne sértsünk meg senkit, semmilyen érzelmi embert egyik oldalról, és mégis próbáljuk a helyi eseményeket jól bemutatni. A másik pedig Antal József úrra, úgy emlékeznek, tudják, hogy kéttellel írják a nevét, ne egyellel, mert volt erre már példa, és a híres mondatát átcseréltük egy másik mondatra, ami az oszlopon szerepel, erről nem akarok beszélni, jöjjenek ki az emberek és nézzék meg az oszlopot. A kiállítást 18 megyeszékhelyre vagy nagyobb városba viszik el, más-más a területre jellemző információval. Havonta három városban vannak jelen, Szekszárda 12. állomás. Pogrányi Lovas Miklós eszmetörténész, a pályázatot kiíró közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásért közalapítvány képviselője is részt vett az eseményen. A 30 éve szabadon emlékév kapcsán jöttem most ide Szekszárdra. Ennek az emlékévnek az a célja, hogy ráirányítsa az állampolgároknak a figyelmét, mind az európaiakét, mind különösen a magyarokét arra, hogy milyen világpolitikai jelentősége volt a 30 évvel ezelőtti eseményeknek. Ezen kívül arra is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ezeknek az eseményeknek, hogy Kelet-Európa, illetve Közép-Európa népei maguk vívták ki a szabadságukat, világpolitikai jelentősége van, és ennek az európai emlékezetben el kell foglalni a méltó helyét. Szekszárd, mint helyszín, nem tartozik a legjelentősebbek közé, de mint kibocsátó város, ahonnan nagy magyar emberek származnak, annál fontosabb. Hosszan lehetne sorolni a híres borászokat, írókat, színészeket, művészeket, akik a magyar kultúrához jelentősen hozzájárultak, de a legfontosabb személy, aki innen származik, és aki az én szívemnek igen kedves, ő Csengei Dénes. Mert a radikalizmusát azt olyan tiszta szívvel és egy olyan mérsékelt hangnemmel tudta képviselni, ami példaértékű számomra a mai napig. Az installáció mellett egy újságot is kiadtak, aminek címlapján egy helyi művész által készített kép látható, és a monumentumon szereplő szekszárdi események részletes leírása található meg benne. Ezt a tervek szerint megyénként 1000 középiskoláshoz juttatják majd el. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere a rendszerváltás agrár vonatkozásáról beszélt. Az mindenki előtt ismeretes, hogy a 70-es években egy nagyon-nagyon jól produkáló mezőgazdaság volt Magyarországon, és folyamatosan a külső gazdasági, világgazdasági hatások és a országok belüli rossz döntések miatt ez a mezőgazdaság visszaesett, és a rendszerváltásra komoly gondok, problémák jelentkeztek. A rendszerváltás legjobban a nagyüzemek sérültek, és hát a 47-es programnak megfelelően rendszerváltás után jó politikai döntések láttak napvilágot, gyakorlatilag a birtok rendezések megtörténtek, családi gazdaságok, kisgazdaságok, amik már napjainkban teljes egészében olyan fényes eredményeket produkálnak, hogy világra szóló.
És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, a birtokviszonyok rendezésével a borászoknak az óriási minőségi előrelépése, javulása. Itt különösen országos szinten is nagyon-nagyon csodálatos eredményt ért el a szekszárdi borvidék. Jelenleg az 5 év borásza címmel Szekszárd büszkélkedhet, és a nemzetközi megmérettetések során is a szebbnél szebb és jobb eredményeket érjük el. Összességében a 30 év alatt azt a megállapítást vonhatjuk le, hogy helyes útra talált a szántóföldi mezőgazdaság és a szőlészet, borászat és a kiegészítő kertészeti termelés is. Örülünk ennek az installációnak. Itt ezek az események, amik itt a 4 oldalon vannak, azok itt egy hónapig, ha jól informálottam, akkor itt Szekszárd városában lesz, és itt mindenki megismerheti és tapasztalatokat szerezhet. A 60 négyzetméteres történelmi visszatekintés február 7-ig látható Szekszárdon a Garai téren.